Holnap kezdődik az oltási akció hét, reggel 7 és este 7 óra között az ország 101 kórházában, valamint a szakrendelőkben várják azokat, akik szeretnék megkapni az első, a második vagy a harmadik koronavírus elleni oltást. Az akció héten nem kell előzetesen időpontot foglalni, bejelentkezni vagy regisztrálni, így mindenki könnyen hozzájuthat a vakcinához. A szakemberek továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy az oltással megfékezhető a járvány. Pecsét, aláírás kerül az oltási kártyára, és természetesen az, hogy mikor, milyen vakcinát adtak be. Minden dózis után külön kiállítják, de feltöltik a központi elektronikus rendszerbe is. Én a harmadik oltásomat vettem fel, és lévén egyetemistaként nagyon sok programom van, nagyon sokszor találkozom emberekkel, és úgy gondolom, hogy a legbiztonságosabb védekezés az oltásnak a felvétele a vírus ellen. És én hát szeretném biztonságban érezni magamat. Maszkban, lázmérés után lehet belépni az oltópontokra, folyamatosan fogadják az embereket. Most még normál rendben, a jövő héten viszont már megemelt kapacitással, Pécsen naponta akár több ezer injekciót is be tudnak adni. Gyakorlatilag felső határt nem igen látunk, hisz aki jön, az beleszóltva. Nyilván aki időpontot foglalt, az prioritást élvez, aki nem, azok külön helyen kerülnek oltásra. Ezáltal biztosítjuk mindenki számára a hasonló módon történő hozzáférés lehetőségét. Hétfőn kezdődik az oltási akció hét, reggel 7 és este 7 óra között az ország 101 kórházában, valamint szakrendelőkben várják azokat, akik szeretnék megkapni a koronavírus elleni vakcina első, második vagy harmadik adagját. Nem kell előzetes regisztráció és időpontfoglalás. Személyi igazolvány, tajkártyát kell vinni, illetve a korábbi oltásokat igazoló dokumentumokat. Továbbá kitöltve a regisztrációs lapot és hozzájáruló nyilatkozatot, amelyek elérhetők a koronavírus.gov.hu oldalon. A fővárosban több mint 25 intézményt jelöltek ki, köztük van a Honvéd Kórház is. Minden napra 600 helyet tettünk fel, akik tudtak időpontot foglalni, ezek az összes helybe telt az oltási akció héten. A nem regisztráltak tekintetében sajnos nem tudunk pontos számot mondani. Reméljük, hogy nagy számban jönnek, fel vagyunk rá készülve. Előzetesen 8 oltópontot biztosítunk a számukra, de hogyha akkora a tömeg, akkor további oltópontokat is meg tudunk nyitni. A kórházak országszerte felkészültek az oltási akció hétre, közölte Müller Cecília a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, a vakcinával lehet megfékezni a járványt. Kiterjesztjük a lehetőségét annak, hogy mindenki, aki nem élt még idáig a védőoltás felvételének a lehetőségével, vagy netán elmulasztotta a második dózis felvételét, vagy a harmadik dózis felvételére készül, illetve akár 12-18 év közötti személy, tehát még szülői nyilatkozat kell az oltakozásához, mindenki számára nyitva áll ez a hét. A jelenleg terjedő Delta plusz variáns kétszer fertőzőbb, mint az eredeti wuhani változat. Erről beszélt Rusvai Miklós víruskutató az M1-en. A szakember hangsúlyozta, a járvány hullám csúcsa december elejére várható, ezért mindenki vegye fel a vakcinát, de fontos, hogy betegen senki ne menjen az oltópontra. Az oltás, amennyiben fertőzött szervezetet ér, akkor adott esetben a COVID akár súlyosabb tünetekben is jelentkezhet, tehát mindenképpen ügyeljen arra, hogy csak egészségesen, tehát úgy menjen az oltópontra, hogy nincsenek légzőszervi tünetei, nincs hőemelkedése, sőt, ha lehet, akkor az előző két napban nem is fordult meg fertőzött környezetben. Az oltóponton 5 vakcina biztosított, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A legmegfelelőbb kiválasztásában az orvosok segítenek. A harmadik dózis mindenkinek javasolt, akinek az előző oltás óta eltelt 4 hónap.